Vásárhelyi televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Bővítik a Hódmezővásárhelyi járási hivatalt, az építkezési munkálatok hamarosan befejeződnek. Január 2-ától már számos új szolgáltatással bővül az Ady Endre utcai központ. Az elmúlt időszakban megnövekedtek a járási hivatal ellátandó feladatai, ezért a közintézmény épületének bővítése szükségessé vált. A beruházást ma sajtónyilvános bejáráson mutatta meg dr. Juhász Tünde kormány megbízott, aki dr. Makó András, a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei igazgatója, valamint Hegedű Zoltán alpolgármester társaságában járta be az új épületet. A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében koncentrálni szeretnénk az ügyfélszolgálati helyeinket. A mai napon, ahol most állunk, ez az a kormányablak terület, amivel bővítjük a meglévő kormányablakot, és lehetőségünk nyílik arra, hogy az adóhatósági ügyfélszolgálatnak is helyet és területet adhassunk. Az eddigi munkaállomások száma megnövekszik, 25 kormányablak állomás fogadja majd január 1-től a járás ügyfeleit, valamint újabb feladatokat helyeznek el az intézményben. Ilyen például a foglalkoztatás és a munkaügyhöz kapcsolódó, valamint a földhivatali ügyfélkiszolgálás. A Nemzeti Adó és Vámhivatal is szintén helyet kap a létesítményben. Ugyanúgy 5 munkaállomással fogjuk várni az adózókat, az ügyfeleinket, hasonlóan, mint jelenleg a Kinizsi utcán is, azzal az eltéréssel egyébként, hogy a nyitvatartás némileg hosszabb lesz, tehát több időpontban is fel tudnak bennünket keresni az ügyfelek, de a színvonal az ugyanolyan megszokott mértékű lesz, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugyanazt a kiszolgálást kapják itt a kormányablakban az ügyfelek, mint hogyha valaki a szegedi központi épületünkbe, Bocskai utcára beutazna, és az ottani integrált ügyfélszolgálaton szeretne ügyet intézni. A városvezetés számára kiemelt jelentőségű, hogy ne csak épületek és utak újuljanak meg, hanem nagyon fontos része a fejlesztésnek a szolgáltatás, hangsúlyozta a mai tájékoztatón Hegedű Zoltán alpolgármester. Fontos is talán nem hangzott el, hogy az országban először lesz ilyen ügyfélszolgálat, ahol a NAV, illetve a kormányhivatal egy térben tud szolgáltatást biztosítani. Itt éppen beszélgettünk arról, hogy vannak olyan ügyek, amikor a két iroda vagy hivatalnak az ügyei kapcsolódnak. Tehát a NAV-ból eddig át kellett sírtálni a kormányhivatal, vagy a kormányhivatalból a NAV-ba. Itt viszont egy térben meg lehet majd ezt tenni, sokkal gyorsabban, sokkal kényelmesebben, és ez nem csak a Hódmezővásárhelynek, hanem a Hódmezővásárjárásban lakóknak az érdekét is szolgálja. A sajtótájékoztatón kiderült, hogy a beruházás az év végére befejeződik, és január 2-án már teljes kapacitással és felszereltséggel várja majd az ügyfeleket. Áldemokratikus választás zajlott a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség elnök választásán, hangsúlyozta mai sajtótájékoztatóján Bálint Gabriella. Az önkormányzati képviselőt többen is megkeresték, akik szerint az ügy hátterében az MSZP politikai befolyásolási kísérlete áll. Több nyugdíjas is megkereste Bálint Gabriellát a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetségben nemrég lezajlott elnökválasztás kapcsán. Az önkormányzati képviselő, aki az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökeként a nyugdíjasok ügyeivel segítőként is aktívan foglalkozik, szabálytalanságokat feltételez a választás kapcsán. Akik megkerestek, olyan szomorú hírrel kerestek meg, hogy egy nagy valószínűséggel áldemokratikus választás zajlott. Mondhatnánk úgy is, hogy egy látszat választás, ahol vélelmezhetően szabálytalanságok történtek. De ehhez a választáshoz néhány furcsaság is tartozik, hiszen Kisné Urgyán Mária új elnök, bár nem nyugdíjas, még aktívkorú, nem tagja egyik nyugdíjas klubnak sem, és én azt gondolom, hogy bár nagyon sokszor a civilek fölvetik azt, hogy jó lenne esetleg politikától mentes civil szervezeteknek működni. Nem szabadna elfelejtenünk vele kapcsolatosan, hogy 2007-es
áprilisi időközi választásokon a néhai alpolgármester úr Csorba Mihály helyére ő MSZP-s jelöltként került megmérettetésre. Én azt gondolom, és az az én kérésem és javaslatom, hogy addig, amíg a Nyugdíjas Szövetség nem tudja a közbizalmat helyreállítani, nem tart demokratikus választást, addig Hódmezővásárhely önkormányzata semmilyen formában ne támogassa ezt a civil szervezetet, szövetséget. Bálint Gabriella arra szólította fel a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetséget, hogy ami problémaként, kihívásként az eset kapcsán felmerült, tisztázza. Hasonló elvárással élt a szervezet felé korábban a vezető választás előtt visszalépett másik elnökjelölt, Zsarkóni Sánta Zsófia is, aki bár kérte, nem kaphatta meg a szövetség alapszabályzatát és a választás jegyzőkönyvét. Szerkesztőségünk úgy tudja, az iratok helyben tanulmányozhatók, de elvinni így sokszorosítani sem lehet őket, pedig közzétételük nélkül lehetetlen tisztázni, történt-e visszaélés az ügyben. Hónapok óta gyűlik a hulladékhalom a Kincses temetőben. Az építési törmelékből és az elbontott sírkövekből emelt szemét lerakat, már a temetőkbe érkezőket is zavarja. Az önkormányzat nem tehet semmit az ügyben, mert bár a sírkertben bizonyos területek a tulajdonába tartoznak, a temetőt a Susáni Református Egyházközség üzemelteti, és a hulladéklerakat az ő területén van. Méltatlan körülmények uralkodnak a Susáni Református Egyházközség fenntartásában működő Kincses temetőben. Az építési törmelék, az elbontott sírkövek hulladékhalmai jól láthatók a temető több pontjáról, amelyek már az elhunyt szeretteikhez érkező hozzátartozókat is zavarják. A Kincses temetőben a Vásárhelyi önkormányzatnak is van területe, a ravatalozó, a gesztenyesorút, a hősi parcella, illetve a díszsírhelyek, valamint az urnafal, illetve az ugyanitt található önkormányzati temetőrész. Ez hiába rendezett, hiszen a terület mögött a hulladéklerakó jól látható. A református egyház a területén bármilyen hulladékot tárolhat, ha az nem veszélyes az egészségre, legyen az bármilyen kegyeletsértő. Hetek óta ugyanaz a kép fogadta stábunkat. Nemhogy csökkenne, de egyre gyűlik a hulladékhalom. Ma ott jártunk kor, éppen egy utánfutóról pakoltak újabb törmeléket a területre. Menő menza program indul a Varga Tamás általános iskolában. A 20 millió forintos pályázat célja, hogy az egészség megőrzéséhez és az egészséges életvitelhez szükséges tudást megismerhessék a tanulók. Az Európai Uniós pályázatnak köszönhetően 20 millió forintot fordíthat az iskola arra, hogy a diákok között az egészséges életvitelt népszerűsítse. A program által megszerzett tudást a tanulók nem csak az elméletben, hanem a gyakorlatban is tudják majd alkalmazni. Nagyon sok izgalmas programot akar, részben egy nagyon komoly eszközbeszerzése is kerül sor, ahol az iskolánk ebédlőjének megújítására kerül sor. Mindazt a cél szolgálja a gyerekek étkezési kultúráját, a körülményeit fejlesszük, illetve a szemletformáló ismeretterjesztő programokat valósítunk meg ebben a programban. Nagyon intenzíven, igyekszünk nagyon változatos formában a gyerekek egészséges táplálkozáshoz való tudását gyarapítani. A szülők bevonásával receptcsere klub is alakul majd, de lesz salátabár is az iskolában, amely heti egy alkalommal saláta és gyümölcsfogyasztásra ad lehetőséget a diákoknak. Mint kiderült, különféle táborok és vizitúrák is szerepet kapnak a pályázatban. A korábban érkeztem alapítvány kezdeményezésére immár 5. alkalommal öltöztették karácsonyi díszbe a Szegedi Gyermekklinika falait. Az idei évben angyalkákat és csillagokat készítettek a programhoz csatlakozó diákok. A korábban érkeztem alapítvány már fél évtizede meghirdeti a fiataloknak az Osztály az Osztályért programját. Idén sem volt másképp, így az ünnepi időszakban feldíszített szobákban gyógyulhatnak a gyermekklinika betegei. Azt az üzenetet hordja, hogy nem mindenki a karácsonyfa alatt, az ajándékok között várja a karácsonyt. Itt van az advent, a remény és a hit hetei, és vannak gyerekek, akik itt töltik bent a klinika, a kórházak falai között, mind a koraszülött intenzív osztályon, mind más osztályokon.
Ezért várunk és hívunk önkéntes fiatalokat, gyerekeket, fiatal felnőtteket, készítsenek díszeket. Nem csak gimnazisták, hanem a Szegedi Tudományegyetem tanárszakos hallgatói is szívesen csatlakoztak ehhez a jó ügyhöz. Volt már olyan fiatal, aki már többször is részt vett az osztályok díszítésében, de akadt olyan is, akinek ez az első alkalom. Nekem már ez a harmadik alkalom, hogy részt veszek ebben a programban, és azért csatlakoztunk, mert úgy gondoljuk, hogy talán ez az, amivel tudunk segíteni mi egyetemistaként is, mert nagyobb adományokat ugye mi még nem tudunk összegyűjteni a gyerekek számára, de ez ingyen van, és ezt szívesen adjuk mi is. Én pedig első alkalommal csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez. Rajzművterületesként Sonkodi Rita tanárnő vont be bennünket, és minket igazából pusztán ez a cél motivált, hogy a gyerekeknek egy kicsit karácsonyi hangulatba varázsoljuk ezt a rendelőt, hogyha fölpillantanak a mennyezetre, akkor kicsit megcsapja őket az ünnepnek a szele, a hangulata. A szervezők remélik, hogy minél szélesebb körbe eljut az üzenet, és jövőre már többen tehetnek a jó ügy érdekében. Kedves nézőink, a híradó végéhez értünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Az éjszakai órákban nagyrészt derült idő várható. Egyre több felé megélénkül a déli délnyugati szél, fagymentes lesz a hajnal. Pénteken változóan felhőségbortra tekintetünk fel, fokozatosan megerősödik a nyugati délnyugati szél. 12 Celsius fok közelében melegszik a levegő.